3-0-ás vereséget szenvedett Horvátországtól Magyarország labdarúgó válogatottja az Európa-bajnokság selejtezőiben. A Splitben játszott mérkőzés már az első félidőben eldőlt, 3 védelmi szarvas hibát követően. Nyomasztó hangulat várta már a bemelegítéskor a magyar válogatottat a VB ezüstérmes horvát válogatott otthonában. A mintegy 1500 magyar drukker megpróbált lelket önteni a csapatba, de Kádár hibájából Modric már az 5. percben gólt lőtt. Később Petrovic sarkalt Gulácsi mellett a hálóba, majd ugyanő használta ki Kádár és Gulácsi közös hibáját. A dunaszerdahelyi Vida Máté számára az eredmény tönkretette annak az örömét, hogy a kezdő csapatba nevezték. Jó érzés volt nyilván kezdeni, tehát ez elég gyorsan elszállt, hiszen a meccs elején egy nagyon nehéz gólt kaptunk, egy buta gólt. Aztán így nyilván nehezebb volt a mérkőzés, ráadásul mind a 3 gólt oda ajándékoztuk nekik. Úgyhogy nem tudom, mi lett volna a meccs képe, nyilván egy horvátokról beszélünk, tehát egy nagyon jó csapatról. A magyar csapatból Holman Dávidot látták sokan a legjobbnak, de ő sokkal szigorúbban értékelte önmagát. Borzasztóan nagyon nem vagyok elégedett. Nem tudom, hogy a tévében mi látszott, de ez nem elég, úgyhogy bízom benne, hogy következő mérkőzésekre most kell. Magyarország most gyorsan el kell feledje ezt a kudarcot, hisz amennyiben még szeretne kijutni az EB-re, vasárnap kötelező a győzelem Azerbajdzsán ellen.